Hétfőn reggel 10 órától már érkeztek is a látogatók a Tiszadobi Andrási kastélyba, ami a 2012 óta tartó felújítási munkák után most először látogatható ismét. A kastély ünnepélyes megnyitója a következő hetekben várható, mondta a televíziónknak Tiszadob polgármestere. Bándja, hozzátette, a beruházást mindenképpen szerették volna átadni a látogatóknak még az ünnepek előtt. A kastély felújításhoz, az 12-be indult pályázattal, pályázatbeadással, és hát tulajdonképpen az utolsó simítási munkák azok 14 tavaszára elkészültek. 14-től egy elég hosszú időszak az, amikor a kastélynak a utórainak a beszerzésére, illetve beállítására került a sor, és hát gyakorlatilag eredetileg úgy nézett ki, hogy már augusztusban megindulunk hogy beindul a kastélynak a látogatottsága. Viszont én úgy gondolom, hogy most alakult minden úgy össze, hogy a Foster cég is tulajdonképpen most rakta össze azokat a dolgokat, amikor már meg tudja nyitni a kastélyt. A Tiszadobi kastélyt idősebb Andrási Gyula építette 1880 és 1885 között. Az épület érdekessége, hogy négy bejárata, 12 tornya, 52 szobája és 365 ablakszeme van. A kastély és környéke 1950-től 2007-ig gyermekvárosként működött. Az épület felújításáról a megyei önkormányzat döntött. Az egész pályázatot a megyei önkormányzat adta be a kastélynak a felújítására erre a kastély felújítására uniós forrásból információm szerint 1,7 millió forintot, milliárd, 1,7 milliárd forintot kaptunk, és hát az egyéb járólékos berendezések, amik bekerültek, meg a, 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 kiegészítés, az még 500 millió forintba került. Bárgy, hogy hozzátette, a jövőben keresni fogják a kastély környéki terület fejlesztéséhez forrás nyújtó pályázati lehetőségeket.